Idősödő társadalomban élünk, de hogy nyugdíjas éveinket hogyan töltjük, rajtunk is múlik. A Nyitott Egyetemben dr. Lampek Kinga előadását láthatják. Tartsanak velünk! Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves tévénézők! Az idősek minden társadalomban ott vannak, és azt is mondhatjuk, hogy bármely korról beszélünk, az idősekhez mindig kétféle megítélés kötődött. Részben az időseket mindig körülvette a tisztelet, a megbecsülés, a tapasztalat nagyra tartása, de másfelől a hétköznapokban mindig jelen volt, hogy az idős családtag, az idős ember, az teher, feladat, egyre több megoldandó helyzetet jelent a család vagy a közösség számára. Az 1950-es évektől a várható átlagos élettartam folyamatos növekedésével a társadalmak jelentős részében az idősek száma megnövekedett, és nem csak a száma, hanem a társadalomban betöltött arányuk is. Ez felhívta a figyelmet arra, hogy egy folyamatosan növekvő demográfiai csoporttal kell foglalkoznunk, és ez a fejlődés, ez a növekedés folyamatos és állandó bizonyos társadalmakban. Ugyanakkor azt is látnunk kellett, és mind a mai napig kérdés, hogy ez a mennyiségi növekedés, nevezetesen, hogy az emberek egyre hosszabban élnek, ez vajon együtt jár-e azzal, hogy az életminőségünk is megtartható egyre hosszabb ideig. A polgári társadalmakban napjainkig jelentős változások történnek. Ez az az időszak, amikor természetesen az idősek még mind családban élnek, de azt mondhatjuk, hogy már a 17. 18. századtól egyre nagyobb lesz a nukleáris családoknak a jelenléte, vagyis az, amikor csak a szülők és a gyermekek élnek együtt, és az idősek, a nagyszülők már kiszorulnak a családokból. Lényeges, nagyon lényeges, hogy ebben az időszakban már a polgári társadalmak fejlettebb időszakától megjelennek a családi konfliktusok, kimondhatókká válnak a generációk közti különbségek, és még inkább fontos, hogy aztán a 18. század végén, 19. századtól egyértelműen elkezdődik, hogy az időseknek nem csak családi, hanem egyben intézményi ellátása is megtörténik. És a 19. századtól megkezdődik a nyugdíjra, ami már egyfajta társadalmi gondoskodás jeleként is elő van. Azt mondhatjuk, hogy ebben a korszakban is ott van az idősek kettős megítélése, és tulajdonképpen ettől az időtől kezdve folyamatosan ott van az aktív időskori szerepeknek a megjelenése. Napjainkban lényeges értékváltás történik több területen. Addig, amíg évszázadokon keresztül hagyományosan az időskor valóban a megbecsülés, a tisztelet szimbólumává vált, addig a 20. század és napjaink a 21. század is sokkal inkább a fiatalságot teszi a sikerek középpontjába. Azt mondhatjuk, hogy a fiatalság lett az egyedül elérendő cél, bármely életkorban vagyunk. Ugyanakkor még egy lényeges értékváltás történik a szekularizált társadalmakban, ugyanis megint csak azt mondhatjuk, hogy a keresztény kultúrából hozott örök élet, mint alapvető érték, az emberi élet fontos célkitűzése az üdvözülés által helyébe a hosszú élet lép. És ebbe a hosszú életbe, lehetőleg leghosszabb életbe kell belepréselnünk mindent, mert az örök élet értéke az eltűnőben van. Az idősödő társadalmakban, miután egyre több az idős, nagyon fontos kérdés, hogy vajon ezek a társadalmak az idősek hatalmát fogják jelenteni? Nem megválaszolt kérdés. Az öregség tehát a mai társadalmakban, ha úgy tetszik, stigmatizáltá vált, vagy válik, rajtunk is múlik természetesen, de mindenképpen azt mondhatjuk, hogy a generációk nagyon szétszakadnak, nagyon elkülönülnek egymással, és nem az idősödés már közel sem az évszázadok természetes folyamatát foglalja magába. Így aztán az emberek félnek tőle, veszélyként élik meg, és egy olyan állapotként gondolunk az időskorra, ami valahogy nagyon fontos lenne, hogy elkerülhessük. Nem definiáljuk, hogy mit is jelent idősnek lenni. Nem is tudjuk egyértelműen, azt mondhatjuk, hogy számos megközelítés van. A legegyszerűbb nyilván az Egészségügyi Világszervezet meghatározása, amely 50 éves kortól, az áthajlás korától kezdi az idősödés folyamatát említeni, és tart akár ma már ténylegesen is a 100 év feletti matuzsálemi korig.
Ennél talán egy picit közelebb visz bennünket a jelenség megértéséhez, a társadalomtudományok által sokat emlegetett biológiai és társadalmi öregség. A biológiai öregség az élet természetes folyamataként zajlik, és elsősorban ugye a testi szellemi hanyatlásról szól, betegségek kialakulásával és meghatározóvá válásával, és az életminőség megőrzése lehet maximum a cél. A társadalmi öregség azonban egy egészen más jelenség, nem az élet folyamatában egy folyamatként jelentkezik, hanem bizony nagyon gyakran pillanatnyi eseményekről szól. A mai modern társadalmakban nagyon tipikusan ilyen pillanat a nyugdíjba vonulás. 1981-ben Barak és Schiffman fogalmazták meg azt, hogy az időskorban, az időskor kialakulásához rendkívül fontos tényező az, hogy mi mit gondolunk magunkról. És ilyen alapon beszélnek az úgynevezett feel age-ről, ki hány évesnek érzi magát, a look age-ről, ki hogyan néz ki, milyen a megjelenése, a do age-től, hogy mi az a tevékenység, amiben még involválódni szeretne, vagy akár az interest age-ből, ami pedig elsősorban az érdeklődési körhöz kapcsolódik. Engedjék meg szociológusként, hogy egy picit a demográfiai folyamatok számszerű bemutatásához is kötődjek. Az 1950-es évektől egy rendkívül gyors folyamatként megnövekszik a népességszám, és még 1950-ben még el sem érte a 3 milliárdot a föld népességének a száma, addig ma 7,2 milliárd ember él a földön. Ha megnézzük a korfát, akkor azt látjuk, hogy amíg 1950-től 2000-ig minden egyes korosztály népessége jelentős mértékben növekedett, és ez okozta a népesség növekedés alakulását, addig azt látjuk, hogy ami előttünk áll, és amiben benne vagyunk, az már sokkal inkább arról fog szólni, hogy nem a születések száma fog jelentősen megnövekedni, hanem az élő népesség fog egyre hosszabb ideig élni. Az idősödésről hajlamosak vagyunk mi itt Magyarországon, meg Európában úgy gondolkozni, hogy ez egy globális probléma. De azt mondhatjuk, hogy ha a világ népességét tekintjük, akkor azt látjuk, hogy bizony egy nagyon jelentős hányadon, amit ilyen a kék színnel látnak az ábrán, ott ezekben a társadalmakban a 65 év feletti népességnek az aránya el sem éri a 10%-ot, míg azok, amelyekben sárgával látják a színeket, itt már a 65 feletti népesség több mint 10%. Ugyanakkor azt látjuk, hogy Európa jó néhány országában, Japánban, és talán még Kanadában már meghaladja a 15%-ot. Tehát ezekben a társadalmakban valóban az idősödés egy nagyon aktuális kérdéskör, de láthatjuk, hogy nem a világ egészében. Nyilván egy társadalom népességét alapvetően alakított két tényező, egyik a születéseknek az aránya. Azt mondhatjuk, hogy ez ma Európában egyáltalán nem egységes, minél sötétebb kék szint látnak, annál inkább nagyobb az 1000 főre jutó születéseknek a száma. És azt mondhatjuk, hogy például Franciaországban, Angliában, Írországban, Izlandon a születések száma majdnem kétszer akkora, mint Európa más országaiban, mint például Németországban, mint például Ausztriában, vagy mint például Csehországban, vagy akár a mi társadalmunkban is. A másik lényeges tényező, hogyan változott meg a várható átlagos élettartam ezekben a társadalmakban, és bizony azt látjuk, hogy vonalat húzhatnánk a volt szocialista országok és a amúgy klasszikus polgári társadalmak között. E kettő eredőjeként látjuk azt, hogy bizony az európai társadalmak is különböző mértékben idősödnek. Az észak-európai társadalmakban még születnek is gyermekek elég magas arányban, és egyébként egyre hosszabban élnek, ez idősödésük oka. Míg a németeknél, illetve számos déleurópai országban sokkal inkább a hosszabb élettartam okozza a társadalmak idősödésének magas arányát. Ha előre tekintünk 2080-ig a demográfiai jelentések alapján, akkor bizony azt látjuk, hogy két nagyon lényeges növekvő életkori csoport lesz ebben az elkövetkezendő 60-70 évben az európai társadalmakban, részben a 80 évig terjedő a 65-80 éves korosztály, és ami igazán intenzíven növekedni fog, az a 80-85 éves korosztály és az ennél idősebbek.
A magyarországi folyamatokról is csak néhány gondolatot. Magyarországon egyébként az a furcsa helyzet van, hogy se nem születik sok gyerek, se nem élünk túl sokáig, mégis idősödik a társadalom. Jelenleg 15% fölött van a 65 év felettiek aránya. Ez elsősorban nem a férfiaknak, hanem a nőknek köszönhető, mert a nők jelentősen hosszabb várható átlagos élettartamot élnek meg, mint a férfiak. 1990-ben körülbelül 5 középkorúra jutott egy idős ember, addig napjainkban már 4-re jut egy idősödő. És még ami arról szól, hogy bizony Magyarországon a születési kedv az nem nagyon erőteljes, hogy még 1990-ben 115 év alatti gyermekre 60-65 év feletti jutott, addig napjainkban 100-ra 120, tehát jelentősen többen vannak már 65 év felett Magyarországon, mint a 15 év alatti népességben. Láttuk az adatokat, nagyon fontos kérdés, hogy akkor hogyan is változik meg az idősödő társadalomban az időseknek a szerepe. Érdemes most megnéznünk azt, hogy azok, akik idősödnek, azok mit gondolnak arról, hogy mit jelent az idős életkor. Azt látjuk, hogy az 50 év felettiek már majdnem 73 évben határozzák meg az időskornak az alsó határát, és ahogy megyünk időben előre, férfiaknál és nőknél különbözően, egyre inkább azt gondoljuk, hogy később fog majd kezdődni az időskor. A 60 év fölötti nők esetében például már 77 év fölöttinek tartják azokat, akik idősek. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy a társadalom egészében, és ez a KSH-nak egy kutatása volt 2008-ban, ahol különböző sztereotípiákat gyűjtöttek az idős korosztállyal kapcsolatban, nevezetesen ugye a 65 év felettiek nem tudják ellátni magukat, ezt a megkérdezettek több mint 60%-a mondta, vagy hogy szellemileg leépült ez a korosztály, ez pedig a megkérdezettek felének a véleménye. Az idősekkel kapcsolatos sztereotípiákat, ha képekben akarom megjeleníteni, akkor bizony nem annyira vidám képeket látunk, pedig azért ugyan híres embereket raktam ide, de azért tudjuk, hogy nagyon sokan vannak, akik időskorban is rendkívül aktívak. Azt mondhatjuk tehát, hogy az időskornak számos szerepe van, és ezek mind-mind változhatnak. Már említettem az élethossz vagy életminőség kérdését, de ugyanígy változnak a munkaerő piaci szerepek sajnos napjainkban. Ez nagyon határozottan abba az irányba mutat, hogy bizony a 60-65 év felettieknek csak néhány százaléka tud jelen lenni a munkaerő piacon. De változnak a fogyasztási szerepek, a családban, közösségben betöltött szerepek, a társas kapcsolatokban betöltött szerepek, és természetesen az egészség-betegség viszonyához kötődő szerepek is jelentősen változnak. Mindezek következtében pedig az idősek életvezetése is egészen másképp alakulhat. Nézzük meg néhány kutatás alapján az idősek életkörülményeit, elsősorban Magyarországra koncentrálva. Azt mondhatjuk, és a tudományos megközelítésnek is nagyon sokáig talán ez volt az egyedüli irányvonala, hogy az időskor veszteség élményeivel foglalkozott. És egyébként joggal, mert nyilván az időskorban számos veszteség élmény ér bennünket. Már említettük a munkához kötődő veszteséget, ami nem csak a konkrét tevékenységtől, hanem emberi kapcsolatoktól, jövedelmektől, életcéloktól vonhatja el az időseket, de ugyanígy nagyon fontos szerep a családban megélt veszteség élmények, akár a válásokkal, akár az özvegységgel, akár a gyermekek kilepülésével. Magyarországon tudjuk, rendkívül magas az egyszemélyes háztartások aránya, több mint kétharmada az egyedül élő idős nőkből áll. Ugyancsak veszteség élmény a már emlegetett egészséghez kötődő veszteségek. Azt lehet mondani, hogy a Magyarországon már a nemhogy 60 év fölött, hanem 50 év fölött minden második embernek van legalább egy krónikus betegsége. A leggyakoribb krónikus betegségek ugye elsősorban az életmódhoz és a legfontosabb halálozási okokhoz kötődő betegségek, de ugyanúgy ott vannak a mozgásszervű, vagy különösen sokat foglalkoznak Magyarországon is a mentális betegségek előfordulásával időskorban. De nagyon magas a balesetek aránya, és azt mondhatjuk, hogy az idősek nagyon gyakran nem csak, hogy betegséggel élnek együtt, hanem ezek a betegségek gyakran, vagy egyre gyakrabban okozhatnak tevékenységkorlátozottságot is. Mindezek következtében tehát előfordulhat, és kialakulhat egy jelentős életminőségromlás, ami az időskorhoz kötődik, és bizony ez is társadalmi és mindennapi valóság.
2011-ben azt látjuk, hogy az időseknek az egyharmada él egyedül, és ez is, ahogy már említettem, inkább a nőkhöz kötődik, de 70 év fölött minden második nő egy személyes háztartásban egyedül él. Az időseknek nagyon különbözőek az iskolai végzettségi szintjeik, nyilván körükben jóval magasabb a kevésbé iskolázottaknak a jelenléte. A jövedelmi szempontból, ugye nagyon sokat beszélünk az idősek jövedelmi helyzetéről, azt kell, hogy mondjuk, hogy nem csak napjainkban, hanem most már évtizedek óta nem az idősek a szegénység által leginkább veszélyeztetett társadalmi csoport, bár közülük körülbelül 20-25%-uk a csoportnak valóban szegény, valóban nehéz anyagi körülmények között van, és további 20-25%, akinek átlaghoz képest kevesebb jövedelme van, de a másik fele az átlagos vagy a fölötti jövedelmi szintből él. Az igazán veszélyeztetett csoport a gyermekeknek a köre. Ehhez tulajdonképpen nem is mérhető a 60-65 év felettieknek a szegénységi rátája. Az egészségi állapot vizsgálatában is sokak által ismert, hogy nagyon gyakran az embereket megkérdezik, hogy milyennek vélik az egészségi állapotukat. Azt mondhatjuk, hogy az idős korban nyilván, ahogy haladunk időben előre, itt egyre kevesebb azoknak az aránya, akik jónak, megfelelőnek ítélik az egészségi állapotukat, de azért arra felhívnám a figyelmet, 85 felett mindenki, valószínűleg azért is, mert örül, hogy él, már egyre kedvezőbbnek ítéli meg az egészségi állapotát. Az iskolai végzettség függvényében azonban nagyon látványos különbségek vannak, tehát azt mondhatjuk, hogy azok, akik magasabb iskolai végzettségűek, tehát a legmarkánsabb tényezője annak, hogy viszonylag hosszan, megfelelően jó életminőség mellett tudják megélni az életkorukat. Az idősek társadalmi csoportja a társadalom egészéhez képest rétegzett. Számos egyenlőtlenségi viszony van az idős társadalmi csoporton belül, vagyis a legkevésbé sem lehet róluk úgy gondolkozni, mintha egy egységes, nagy homogén csoportról beszélnénk. Ez a kutatás 2004-ben Töröcsik Mária professzorasszony irányítása mellett történt, és nem kitérve a részletekre, csak azt szeretném jelezni, hogy valóban az ő általa megfogalmazott életstílus csoportokban, amelyeknek fő besorolási elve részben a hagyományos és modern értékekhez való kötődés és az ezen a skálán való mozgás, illetve a gyors és a lassú tempójú élet skáláján való elhelyezkedés eredményezte. Igazából csak azért szeretném bemutatni, hogy valóban az idős korosztálynak is nagyon sokféle megjelenése van, és az általa meghatározott összes életstílus csoportban jelen voltak az idősek. Egy másik, egy kicsit már időben később történő kutatás a Tárki által készült, ami ugyancsak arra világított rá, egészen más aspektusból vizsgálta a társadalmi egyenlőtlenségi rendszert. 2011-ben az idős korosztályban azt látjuk, hogy bizony megint csak a felső osztálytól egészen a depriváltakig mindenféle társadalmi csoportban jelen vannak az idősek, és ebből is azt láthatjuk egyébként, hogy a középosztálybeliség az időseknek legalább a felére érvényes, miközben ott vannak az elesett és mindenféle segítségre rászorult idősek is. Néhány szót arról, hogy milyen trendek elé nézhetünk. Ma ebben az új, talán egy kicsit pozitívabb szemléletmódban, ahogy az idősekről gondolkozunk, négy külön csoportot szoktak megjeleníteni, rendkívül egyszerű a megközelítésmód. Vannak azok, akik szuverén korukat vállaló idősek, akik jól vannak a korukkal, vállalják az életkorukat, ennek megfelelő életmódot, életstílust követnek, tulajdonképpen büszkék arra, hogy ezt az életkort megélték, és igyekeznek ezt a lehető leghosszabb ideig fenntartani, sokféle tevékenységet végeznek. Aztán az idősödéssel nem azonosulók csoportja is ott van, akik nem hajlandók, vagy nem akarják tudomásul venni, hogy az életkoruk előre haladt, és minden módon igyekeznek fenntartani ezt a fiatalságra emlékeztető megjelenés, tevékenységeket. Aztán természetesen, ahogy idáig is láttuk, vannak a hagyományos idősödő csoportok, akik klasszikus, tradicionális értékek mellett élnek,
stabil életük van, családjukban élnek, és legfőbb éltető elemük a hagyományok megőrzése. És végül az apatikus idősek nagy csoportját szokták emlegetni, ahol bizony ott van már sok-sok vesztességélmény, ahol már ezek sokkal inkább uralják az idős ember életét, mint azok a lehetőségek, amelyek esetleg az idősek előtt állnak. Tehát azt mondhatjuk, hogy a valóság az rendkívül sokszínű, és nem kell mindenkinek Fauja Xingnek lenni, aki 102 évesen futotta élete utolsó maratonját. Természetesen ez extrém példa, de azért azt mondhatjuk, hogy bizony ott vannak a fit idősek, és arányuk egyre inkább növekszik. Az ő jövedelmi helyzetük lehetőséget ad arra, hogy magas színvonalon, vagy legalábbis jól fogyasszanak, bár fogyasztásukban rendkívül hitelesek, minőséget akarnak, nagyon öntudatosak és rendkívül kritikus a fellépésük, és bizony nagyon fontos a természetesség, az egyszerűség is az életmódjukban. Azt mondhatjuk, hogy tulajdonképpen egy belső stabil értékrenddel rendelkeznek jó néhányan, és a kiegyensúlyozottság és a hitelesség válik az életük legfőbb értelmévé. Felszeretnék villantani 5 olyan Magyarországon is kutatások által feltárt trendcsoportot, amelyeket az idősek körében találtunk. Ez egy nemzetközi kutatásnak a része volt, és ebből alakult ki az 5 csoport. Az újra tinék, akik hát még nem a legidősebbek, mert azt mondhatjuk, hogy olyan 50 év körüliek, akikre az a legjellemzőbb, hogy az anyák a lányaik életét kívánják élni, az apák pedig a fiaiknak az életét, és igyekeznek minden olyat saját maguk is megélni, minden olyan külső megjelenést követni, és minden olyan tevékenységben részt venni, ami az ő fiatalkorukban megvolt vagy nem volt, de most minden esetre igyekeznek újraélni, és mindenképpen a gyermekeik mintáján szeretnének tovább menni. Magyarországon nem tűnt ez rendkívül erős trendnek, nem igazán találtuk meg, de azért mégiscsak ott volt. Ennél talán jóval jellegzetesebb Magyarországon a kevésbé idősek csoportjában, ugyancsak az 50-60 évesek, a felfedezőknek a trendcsoportja, ahol is a jó anyagi helyzet, a magas iskolai végzettség, az amúgy már nagyon változatos életmód magával hozza, hogy az időskorban felszabaduló szabadidő új tevékenységek kipróbálását tegyék számukra lehetővé. Ők igen jó anyagi helyzetben lévő társadalmi csoport, nagyon jellegzetesen véleményvezetők, és sokféle terméket, szolgáltatást vásárolnak meg azért, hogy az önmegvalósításuk, a kényelmük megjelenjék, és bizony egyáltalán nem hajlandók azonosulni azokkal a sztereotípiákkal, amit általában az idős korosztályhoz kötnek. Már jóval nagyobb csoport, és Magyarországon sokkal inkább kitapintható volt a kisélményt keresőknek a trendcsoportja, amelyben, mint látják a képeken is, nagyon együtt van a két nem, nagyon gyakran találkozik egymással, még nagyon gyakran családi környezetben élnek, nagyon gyakran a család, az unokák, a gyerekeik lesznek fontosak számukra, és elsősorban arra törekszenek, hogy a felszabaduló szabadidejükben a megtakarított pénzükből kis élményeket vásároljanak maguknak. Aztán a sokak által ismert ötjézők csoportját nem volt nehéz megtalálni. Ugye nagyon lényeges különbség az előző csoporthoz képest, hogy itt már a nemek kicsit külön válnak egymástól. Sokkal inkább nők a nőkkel, a férfiak a férfiakkal találkoznak ezekben a csoportokban, és igazából nem a családi élmények éltetik őket, mert többségük már egyedül van, hanem sokkal inkább a szellemi tevékenységek szeretik megmutatni, hogy ők okosak, hozzáértőek, hogy mindenben tudnak valami újat tenni, de nagyon lényeges megállapítás, hogy ebben a csoportban találtuk leginkább azokat, akik a ma talán már Magyarországon is növekvő önkéntes tevékenységben, az önkéntes munkákban jelen vannak. És végül az újra gyerekeknek a csoportja, akik lehet, hogy az unokáktól lesik az ötleteket, de minden esetre nagyon szeretnek mindent megélni, ami nagyon új, ami nagyon a gyerekkorhoz köti őket. Azt mondhatjuk, hogy ők azok, így neveztük őket, akik az élethosszig tanulnak, és egy élethosszan keresztül még rosszalkodni szeretnének.
Ugye azt tettem föl ezt a kérdést, hogy esély vagy veszély. Hát nyilván az a legegyszerűbb válasz, hogy mindkettő. Mindkettő, hiszen javában ott van a veszély, mert a társadalmak még nem készültek föl arra, hogy ebben az új modern környezetben is tudjunk bánni az amúgy tényleg nagy számban és arányban növekvő társadalmi csoporthoz. De azt azért világosan kell lássuk, hogy nincs útja, nincs egy egységes útja az idősödésnek. Nagyon eltérő társadalmi csoportként élheti meg egy idősem, nagyon eltérő módon juthat el az időskorra. Azt mondhatjuk, hogy bár a veszteség élmények valóban jelen vannak, valóban, de mégis azt mondhatjuk, hogy ezek ellenére is számos lehetőség van arra, hogy megőrizzük az életminőségünket. Jó lenne visszatérni ahhoz a megközelítéshez, hogy az idősödés az életünk természetes része, és nagy baj, ha nem idősödünk meg, mert akkor idő előtt mentünk el, és jó lenne, hogyha ezt az egész folyamatot és történetet az élet természetes rendjeként tudnánk megközelíteni. És természetesen a legkevésbé sincs kizárva az aktív idősödés és az aktív időskornak a jelensége. Azt mondhatjuk, hogy óriási lehetőségek vannak a családjainkban, de az önkéntességen keresztül számos olyan lehetőség van, ahol az idős korosztály megtalálhatja a munka miatt elvesztett tevékenységeknek a lehetőségét. Fontos megjegyeznünk, hogy az idősödésnek kulcs szavai az egyszerűség, a hitelesség, a kényelem, a minőség, a nyugalom, az aktivitás, a hitelesség. És az, hogy ez így alakul-e, az azt gondolom rajtunk is múlik. Hát ezt a tortát mindenkinek kívánom, cigarettával vagy anélkül, de legyen boldog születésnapjuk 100 évesen. Köszönöm szépen a figyelmet!